Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit zen táborunkban. Mondjuk el az Om Nam mantrát hétszer. Oh -oh -oh -oh. szépen szívderítő és lélekemelő volt Marian bevezetőjét hallani. Nem csak azért, mert a tanítványi lojalitás, kitartás és a gyakorlatok helyes végzése eredménnyel jár, hanem azért, mert tudjuk, tudhatjuk, hogy mindaz, amit ő tapasztalt, egy nagyobb egész része és egy olyan gyakorlat mellékhatása, Jött létre, amely nem a test gyógyítására irányul. Igen, jól hallottad, ez nem egy olyan gyakorlat, az egész templom nem arra van kitalálva, hogy itt testet gyógyítsunk. Ez az orvosok dolga, az erre szakosodott gyógyászok, fiziológusok dolga. Leszakadt testészeket, traumatológusok vissza tudnak varni, tudománynak legyen hála. Hogyan varrod össze a leszakadt lélek részeidet? Hogyan nézel szembe a letagadott múlttal? Hogyan fogadod el a fekete bárányt a családban? Tehát a lélek egység tapasztalata a tudatosodás útján jön el. És amikor az éberség, a tudatosság emelkedik, a karmával való azonosulás csökken, ha jól csinálod, meg is szűnik, és ekkor látod azt, amit hallottál, hogy egyetlen karma sem állandó. Önmagában nem létezik, és önálló tulajdonsága nincs. Tehát nem tökéletes vagy tökéletlen, nem örök vagy múlandó, és nem önálló vagy önállótlan. Ez azt jelenti, hogy minden karma egy más karma függvénye. Minden karma addig tart, ameddig energiát teszel bele, és minden karma befejezetlen vagy tökéletlen, tehát minden tulajdonságán változtathatsz. De csak akkor, hogyha a helyes nézőpontot felveszed. És ez a helyes tudati nézőpont az a nem gondolkodó tudat, a nem dualizáló tudat, a nem énesülő tudat a nem leválasztódott tudat, és így a nem törött tudat. Ennek az egységnek a helyreállítása megemeli az energiaszintedet, testileg is, lelkileg is, és előfordulhat, hogy ilyen gyógyuláson is keresztül mész, hogy ezt a bevezetőben hallottad. De hangsúlyoznom kell, hogy ez egy szerencsés mellékvonása és terméke annak a praxisnak, amelyet a felébredés céljából végzünk. És ezt Maria nagyon jól látja, és azért is van itt, mert nem rohant el az eredménnyel. Nagyon sokan úgy jönnek ide, hogy van egy problémám, súnyim segíts megoldani, és akkor kap valamit, mert a ráharap, erohan vele, elássa, és kész. És itt nem ez történt, mert ezzel az elásással magunkat ásnánk el. Tehát a további gyakorlat, ahogy hallottad, már a szangának szól, és a szangából jön. A szangának ad erőt, és a szangából kapod vissza ezt az erőt. Ezt minden nap az éneklésnél belátjuk. Tehát ha nem teszel energiát az éneklésbe, akkor olyan, mint a visszavonuló napóleoni hadsereg, amelyet megvert az orosz tél és a tifusz és az utánpótlási vonalak elvágása. És 600 ezerből maradtak 30 ezeren másfél év alatt. Hogyha teszel energiát az éneklésbe, az teljesen olyan, ami ennek lennie kell, és az részek összege jóval több így minőségemelkedés következik be, és ez az egész. Ez az egység. Tehát amikor a lélek egészben van, akkor mindazt az önbüntetést és más büntetést, amit betegség formájában magára mérne, a családjára mérne, a világra mérne, azt abba hagyja. Mert elég erős és tiszta ahhoz, hogy ezt ne kövesse el. Tehát itt, amit tapasztalhatsz, és Sokotok szemében látom a kérdést, hogy milyen gyakorlatot végzett? Mit csinált? Hogy lehetett ez? Hát elárulom, nincsen semmi titok benne, mert ugyanazt a gyakorlatot csinált, amit mindenki más. Csak az ő elszántsága mondjuk százszor akkora volt, mert hogyha te egy ilyen sebbel együtt élsz éveken keresztül, nagyon megváltozik a világ. Nagyon megváltozik az önkép. Nagyon mélyre megy a kérdés az, hogy mi ez, honnan jön. Nagyon folyamatosan megy a gáté, gáté, a parászámgáté, mantra, És nagyon mélyre megy az a mondat, hogy nem az a fontos, hogy mitől vagy beteg, hanem az, hogy mitől lesz a egészséges. Már eleget láttad, hogy mitől vagy beteg. Már eleget láttad az ok és okozat első két fázisát, a szenvedés tényét és okát, ideje meglátni azt, hogy mi a szenvedés megszüntetése, és az abból kivezető út. Ez a kettő, a harmadik és a negyedik nemes igazság már arról szól, hogy mitől leszel egészséges. Az első kettő arról szólt, hogy mitől vagy, vagy voltál beteg. A lélek egészséget át a test egészségét is magával vonja, mindaddig, amíg az energiánk és a tudatállapotunk ezt lehetővé teszi. De egyszer a legegészségesebb ember is meghal. Tehát nehogy azt itt, hogy itt elkerülhetsz bármit. Itt viszont ebben a pillanatban már látod, hogy a minőség, a tudatod minősége dönti el életed minőségét. Szunkszán zenmester beteg volt sokszor, 80-es évek közepétől, egészen 2004-ben bekövetkezett nirvánájáig. És amikor megkérdezték az orvosok az amerikai szívkórházban, hogy mester, mester, mi, mi tudjuk, hogy maga zenmester, és és meg tudná magát gyógyítani? Azt mondja, meg. Felmennék száz napra a hegyekbe, meg tudnám gyógyítani magamat? Nem lenne probléma. Hát akkor miért nem csinálja meg? Azért, mondta Szungszánszám mester, mert ez nem lenne helyes tanítás. És látom az elképedést az arcokon, akkor most kinek van igaza? Szunkszenzen mesternek, akinek Bálint Marian köszönetet mondott, vagy pedig Bálint Mariannak, aki úgy követte a tant, hogy közben meggyógyult. Ha azt mondod, bármelyiknek igaza van, hiba. Ha azt mondod bármelyikről, hogy hamis, hiba. Járd az utadat, és nézd meg, hogy előtted most milyen feladat van. Mit kell tenned ahhoz, hogy a lelked egészben legyen, hogy a tested működjön, hogy beteljesítsd azt a feladatot, amit vállaltál amikor lejöttél és megszülettél, és miután megszülettél és felnőttél. A vállalásaink nem csak energiát adnak, hanem megváltoztatják az életünket. Mit válasz? Kit válasz? Ez nagyon fontos. Úgyhogy ha így nézed, akkor sokkal egyenesebb, egyszerűbb és tisztább ez az út és jobban végezhető ez a gyakorlat, mint amikor csak a saját dualisztikus gondolkodásodra támaszkodtál. És te modellezni szeretted volna, magyarázni szeretted volna, valahogy megérteni, képet alkotni, és most, amit hallottál, annak a fényében ez mind kuka. Ez mind mehet a mentális komposztdombra, és nem kell megmagyaráznod magadnak semmit. Nem kell valami magasrendűt megértened, és egy metarendszert kialakítanod. Láss, és cselekedj. Ennyi kell. De ezt hosszan és kitartóan. És akkor van eredmény. Kinek van kérdése? Az lenne a kérdésem, hogy előfordulhat-e visszafordíthatatlan ilyen kis azonosulási szilánkok tíz év önpusztítás után? Ami előfordul, az vissza is fordul. De ha nagyon megszoktad, akkor nem hiszed el. A gyakorlat tényleg látod, hogy a legdurvább karma is visszafordítható. Először a tudatosság mutat valamit, hogy ezt nem kéne követni. Utána a lélek megérzi, a test pedig tapasztalja. Nincs késő soha, de ne kés le semmiről. Köszönöm. Szívesen. Nekem az volna a kérdésem, hogy mit javasolsz, hogyan gyakoroljak ahhoz, hogy ne váljak újra és újra áldozattá vagy fekete bárányjára. Mennyire függsz más emberek véleményétől? Hát nem tudom. Valama nagyon, elmondom, nagyon. Fajon. És mivel más emberek véleményétől függsz, ezért áldozattá per fekete tudsz válni nagyjából naponta többször. És ezt kéne fölönni, hogy szorongsz attól, hogy mások mit gondolnak Igen. rólad. Igen. És hogyha ezt nem adod föl, akkor mások projekciójának a kitűnő, első osztályú céltáblája leszel. Miért? Mert elhiszed. És a projektáló személyek mindig megtalálják azt, aki gyenge, aki naív, aki sebezhető, mert ő az, akire rá lehet ragasztani az elgondolást, aki elhiszi, hogy ő rossz. Az ő érzelmeivel lehet játszani, mert gyöngéd a szíve, és szorong a szeretetért. És hogyha megerősíted a centeredet, és kitakarítod a központoknak a salakját, akkor friss érzelmekkel, tiszta gondolatokkal erősen, tisztán tud élni. Ez az erő, ez nem egoitás, ez nem önzés. Csak ha van, akkor adatik, de ha nincs, akkor még az is elvétetik, amit van. Igen. Hogyan gyakorolják így kezdőként? Mit gyakorolják? Leborulás, éneklés, ülés, és amikor eljössz az elvonulásra, koampraxis. A leburulás olyan, mint amikor kibányászod a vasércet. Kőkeményen, mindenhonnan, ahol csak vasérc van, kibányászod, összerakod, elszállítod a kohóig. Akkor én a mantra praxis, uh -huh. ami a vasérc megolvasztása, nemes acéllák kovácsolása. És ahogy kovácsolod, kirajzolódik a kard, a tudat kardja, amivel elvágja az akadályait, elvágja az illúziókat, Elvágja az azonosulás kötelékeit, és megszabadul. És az ülés ehhez képest olyan, mint amikor nagyon finoman csiszolod, köszörülöd a fémet. Olyan felület, olyan éljön ki, hogy az így módon kialakított acél elvágja a gyengébb vasat, vagy gyengébb acélt. A történelemben három ilyen kard volt. A Damaszkuszi, az Ulfberg és a Japán Szamuráj kard. Senki más nem tudta megcsinálni. Tehát vannak kultúrkörök, amelyek annyira éberek, annyira világosak, hogy egy bizonyos energiaszint és tudatosság fölött már nem hoznak létre annyi szenvedést. A történelemben voltak ilyen korszakok, Silla dinasztia Korea, nagyjából egy időben Tang dinasztia Kína. Európa nem sokáig tartott a sok identitáskeresés közben, voltak világosabb időszakok, a Karoling reneszánsz, a felvilágosodás, de nagyon hamar elborította ezt a különböző téves nézetek áradata. Karma, cunami, ugye? Ne engedd, hogy a saját karmát tsunamija befedje a földet, a termőföldet. Ezt meg tudod akadályozni. Ezt úgy hívják, hogy a pillanat tisztán tartása. És a leborulással énekléssel, üléssel, a tudatod terét tisztán tartod, a tükröt törhetetlenre csiszolod. Nagyon nem mindegy, hogy egy pár milliméteres foncsor és üvegréteg van, egy fricska is betörik, vagy pedig arasznyi gyémánt. Nagyon-nagyon más. Tehát ez azt jelenti, hogy bírod a gyűrődést, bírod az érzékelést, elviseled mások gondolatát és érzelmeit, látod úgy, ahogy van, tükrözöd, de nem azonosulsz vele. Engem a mi ez kérdés foglalkoztat. Engem is. Nagyon. Keresem is a választ, és próbálkozom is, és azt mondtátok, hogy jönnek válaszok, amik vannak, amiket megtartunk, mert fontos, vagy tovább engedünk, mert csak jön és megy. És mi van akkor, hogyha nekem semmilyen válasz nem jön? Akkor, ha ez tartósodik, és mondjuk eljönnél egy elvonulásra, és két-három hónap alatt sem jön semmilyen válasz, akkor meg kell, hogy ülj ide, és tartsd meg helyettem a darma beszédet. Mert ez kb. egy olyan állapot, amikor már minden annyira tiszta, és világos, és erős, és rendben vagy, és egyebek, de hidd el nekem, jön az. Csak még nem fúrtál elég mélyre a tudat küszöb alá, de egyszer csak megmozdul a harmonikus, gyönyörűséges erdőben egy állat és akkor az elkezd üvölteni, és jön utána a csorda, és ez rendben van. Nagyon-nagyon jó az, hogyha tapasztalod ezt a csendet, a mozdulatlanságot, mert tudod, hogy van. Hogy ez lehetséges. És ahogy gyakorolsz, egyre inkább a házi feladatot közelébe kerülsz, amely egyszer csak elüvölti magát, neked meg rá kell ülnöd a hátára, és uralni kell. És hogyha a butha ül a sárkányon, akkor rendben van de hogyha a sárkány elégeti a buthát a lángjával, akkor kihunya fény, és vége. Úgyhogy nagyon fontos, hogy tényleg gyakorold a kérdést, ha jön válasz, ne hidd el, maradj meg a kérdésnél, az a horgonyod a pillanatban, és hogyha túl nagy a nyugalom, akkor javaslom a hosszabb elvonulást. Ha egyáltalán nincs nyugalom, akkor is javaslom a hosszabb elvonulást. <laughs> Jó? rendben, köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? Én azt szeretném megkérdezni, hogy mit tegyek akkor, vagy milyen praxist ajánlasz arra, hogyha már minden könyvet kiolvastam, tehát intellektuálisan mindent tudok, hogy mi bajom van, és mégsem, tehát tudok nagyon sok utat, nagyon sok önismereti csoportba jártam, sokféle technikát így új elsajátítottam, és mégsem csinálom, hogy hogy, hogy itt a zen zenen belül mit lehet uh, ezzel kezdeni? Nagyon sok mindent. Ha úgy érzed, hogy kiolvastál minden könyvet, akkor legyél szíves egy olyan könyves polcot venni, aminek egy kulcsra zárható üvegajtaja van. Tedd be oda az összes elolvasott könyvet, zárd be, és dobd el a kulcsot. Az önismereti csoportok nem jók és nem rosszak, csak mindegyiken ott van az ön ezt az önt kéne félretenni, hogy maradjon az ismeret és akkor az égkék, és a fűzöld, és előbb-utóbb tényleg úgy látod a karmát, ahogy van. Miért? Mert nincs felcímkézve, hogy ön, vagy én. Vedd le az én címkéjét, és marad a tiszta darma tapasztalata. Na most, ha ez sem elég, mert az okozatiság téged nem sarkal belső gyakorlatra, mert azt gondolod sok más honfitársunkkal egyetemben, hogy majd agyban ez megoldódik, mert te olyan okos vagy, akkor legyél szíves három intézményt meglátogatni. Az első, ahol már szinte mindegyikünk volt akár látogatóként, akár betegként, az a kórház. Legyél szíves végigjárni egy olyan osztályt, ahol nagyon sok szenvedés van, és rájössz, hogy akármit gondolsz, azt úgy azzal a gondolattal nem oldod meg. Se a sajátodat, se a másét. A másik egy börtön. Legyél meglátogatni egy börtönt, azaz BVI-t, büntetés végrehajtási intézetet. Ha nincs senki, akit ott meglátogathatnál, akkor próbálj meg úgy bejutni, mint egy látogató egy csoportnak a része, de próbálj meg az atmoszférájából valamit megérdezni, hogy mi az, amikor az emberek a karmájuk olyan kényszerében, fogásában élnek, hogy nem tudnak kijönni belőle. Amikor ez ön- és közveszélyes vagyon vagy ember veszélyes mértéket ölt, ez a fogvatartottságot fogja eredményezni kívül is, nem csak belül. És a harmadik, hogyha az első kettő nem használt volna, az a temető. És lehetőleg egy élőszertartást néz végig, és a kórház, börtön, temető hármasából, ha nem merítettél elég motivációt, akkor valójában nem vagy itt a Földön. Akkor nem értetted meg, hogy az élet miről szól. Úgyhogy ez biztos elég lesz. Ez hasonlít a buddha utazásához a palotából kifelé, bár a mitosz minden tisztelete ellenére nem hihető, hogy ő 28 éves koráig nem hagyta el a palotát, de az biztos, hogy a karmája 28 éves koráig nem volt érett ahhoz, hogy lássa azt, amit látott. Használt ki azt, hogy emberi testben vagy, emberi lélekkel, és ő tudatosodhatsz, és akkor a gyakorlat hirtelen más értelmet nyer. A bevezetőből nagyon kiderült, hogy itt a halászszellem megérint, mihelyt a betegség elkezd benned évekig munkálni, teljesen más a nézőpont. Az igazi kérdés az, hogy mennyi szenvedés kell, illetve, hogy elége a mások szenvedésének a látása, vagy csak a sajátodból tudsz tanulni. Még nagyon kezdő gyakorló vagyok, de viszont itt megtaláltam azt az értékrendet, amit úgy eddig kerestem másban, még nem találtam ezt meg, itt megtaláltam. Viszont az az érdekesség történt, hogy a külvilágban, honnan jöttem, a nézeteim szerint mind a két helyen meg kell állni az embernek a hét akár itt is az útján, és azóta, mióta én látom jobban a saját utamat, de az előbb szó volt ezekről a karmakényszerekről és másoktól csak a betegséget, a azt hallani tőlük, vagy vélt betegségeket, mert ez nagyon jól látszik, hogy amit tesz, az viszi oda. És így most már nekem sokkal nehezebb velük együtt dolgoznom a mindennapokban. Én nem látok jól valamit, vagy vagy van erre valamilyen praxis, vagy nekem kell ezt fölfejlődenem, hogy, hogy elengedjem ezeket az embereket, viszont az a baj, hogy van, amihez kötődöm. Tehát, sőt, függenek tőlem. Meg kell erősödnöd a bölcsességedben és az együttérzésedben. Ugyanis megvan benned az, ami a bölcsesség általi látás, és ez a hétköznapokból fakad. Nem követ semmilyen ideológiát. Az emberből tanulsz, és ez nagyon jó. De nem elég erős ez a bölcsesség ahhoz, hogy mások ne bontsák meg. Az együttérzés ne legyen gyengeség. Az érzelmi élet ne legyen kiszolgáltatottság. És innentől kezdve, akivel együtt dolgozol, azt úgy veszed tudomásul, mint ahogy ő van, és nem úgy, ahogy ő akarja. Tehát az emberek mindig valamilyen képet sugároznak ki magukról, és azt akarják, hogy az embertársék ezt elhiggyék. Ez az önkép. Te át tudsz ezen látni. Csak az átlátás még nem elég erős ahhoz, hogy mások véleményétől ez független legyen, főleg akkor, amikor nagyon közel vannak hozzád ezek az emberek. A függő viszonyainkat tudomásuk kell venni nagyon világosan az adás és kapás paraméterei szerint. Tehát mit adok és mit kapok? Ez nem kereskedelem. Ez nem számító gondolkodás. Észreveszem azt, hogy mennyi energiát fektetek az emberbe, és mennyit kapok vissza tőle. Ennek valahol hosszabb távon szimmetrikusnak kell lenni. Valahol ki kell egyenlítődnie. És hogy ki kell, milyen mértékben kell együtt dolgoznod, ezt előbb-utóbb neked kell eldönteni. Tíz évvel ezelőtt fogalmaztam meg azt magamnak, hogy azokkal társulj, akikben bízol, olyat tégy, amelyben okod van hinni, és legyen bátorságod, kitartásod ezt a kettőt végigvinni. Tehát az engyakorlat megerősíti a középpontodat. A középpont az a nem mozduló tudat és szilárd jelenlét. Ebből tudsz dolgozni. Ez az, amit nem vehet el tőled senki. Ha te nem felhősíted be a saját egedet, akkor tisztán látsz. Ha te nem kételkedsz önmagadban, senki nem mozdít ki ebből a középpontból. Tehát az érzékenység és az állóképesség együtt kell, hogy járjon. A bölcsesség legyen úgy kételjmentes, hogy tisztán látsz, és nem megy az együttérzés rovására. De amit látsz, abban bíz, mert különben más lát a szemeddel. Amit helyesen gondolsz, azt hajtsd végre, különben más fogja lenyúlni a gondolataidat. Itt az a feladat, hogy cselekvésre váltsd azt, amit már bölcsességből és együttérzésből magadban tudatosítottál. És a cselekvésből tanuljunk. A közvetlen visszacsatolás legyen érvényes, és nem mások elgondolása, és akkor vagy a valóság talaján. Akkor tudunk haladni az úton. És paradox módon akkor tudunk segíteni másokat, ha figyelmen kívül hagyjuk a duális illúzióikat, és úgy látjuk őket, ahogy valójában vannak. Ezt egy csomó ember nem szereti az elején. Zavaró, zavarba ejtő. De egy idő után megtanulnak bízni ebben, mert a valóságban mindig jobban lehet bízni, mint az illúzióban, csak nem szoktunk hozzá. Az illúziók sokkal kelendőbbek, édesebbek, könnyebben elsajátíthatóak, de pont helyzetben hagynak ott. Felszínes emberi kapcsolataid rengeteg lehet, de csak a barátaid vannak veled a válsághelyzetben, a kényszerhelyzetben, betegség, szükség, halál közepette. A valóság pontosan ilyen. Tehát, hogyha a valóság talaján állsz, az mindig ott van, abban menedéket lehet venni. És az gyakorlat azt jelenti, hogy a tanító, tanítás, tanítványi közösség hármassága segít neked letisztítani ezt a pillanatot, emelni a tudatosság szintjét, növelni a jelenlétet szilárdságát, hogy bírt ki az életet. Nagyon sokan nagyon jól gondolkodunk, nagyon sokan nagyon együttérzőek vagyunk, de nem bírjuk ki, amit gondolunk vagy érzünk. És ezért kell a gyakorlat, hogy ez a tükör ne törjön össze a látvány súlya alatt. És a zen ebben segít, a gyakorlat. Köszönöm. Szívesen. Jó estét mindenkinek. A kis fiammal, aki kilenc éves, imádjuk a buddhista meséket, és amennyiben Szongszáenz Mester mondott neked egy gyerekmesét, kérhetnék, hogy mesélsz nekünk egy gyerekmesét. Szongszáenz Mester felnőtt meséket mondott. És az egyik a tanítványához köthető, Subong Zenmester, ez aki sajnos nincs köztünk. Subong Zenmester egy utazást tett a Hudson öbölben hajón, meghívták a tanítványa egy ilyen sétahajókázásra, és egy forgatócsoport fent volt a fedélzeten, és kérdéseket tettek fel az embereknek, ahogy ez az amerikai kultúrában már szokásos. És a forgatócsoport nagyon agilis, ambiciózus riportere, oda ment Szubongszonyi aki szerzetesi öltözékben, ott volt a tanítványai közepette, és megkérdezték: Ször, mi a legundorítóbb dolog a világon? Ki vagy? kérdezte Szubong mester a riportert. A riporter bemutatkozott, megismételte a nevét, hiszen azt már a beszélgetés előtt elmondta. Elmondta, hogy ő egy ilyen és ilyen állomás riportere, és hogy ő szeretne tovább kérdezni. És a szubangszonyom azt mondta, hogy ez csak a neved, ez csak az állásod, ez csak a foglalkozásod, te ki vagy. És akkor elmondta, hogy hát valójában családos vagyok, van két gyerekem, van feleségem, itt lakunk New Jersey-ben, stb. stb. És akkor a azt mondta, hogy nem, nem, ez csak a családi állapotod, de nem te vagy. Ez csak a lakhelyed, de nem te vagy. Ki vagy te? És akkor ez ment még egy darabig, mert a riporter ugyanúgy nem engedett, mint ahogy Szubong mester. És pár perc és intenzív párbeszéd után a riporter kifogyott az identitásból, és azt mondta, hogy nem tudom. Nem tudod, ki vagy? Nem. Na ez a legundorítóbb dolog a világon. Szerintem felnőtt meséből ennyi elég. Köszönöm. Szívesen. Szó volt arról, hogy mások próbálják önmagukat ránk és A karmájukat, amikről ők úgy gondolják, hogy önmaguk. Igen, ezért tudják igen. fegyverként használni, persze. És volt idő, amikor ennek áldozatul estem. Aztán fordult a kocka, és már vannak pillanatok, amikor jobban látom a másik illetőt, mint ő saját maga. Jobban látod magadat is, mint előtte? Vannak pillanatok, mintha a nulla és a valahanyadik fokon egyszerre oda-vissza járkálnék. És ezt, hogy másokat jobban lehet látni, a legkönnyebb a gyerekeken és a kutyákon számomra észrevenni. És velük szót is lehet érteni. De hogyan lehet rávezetni, Tanítani vagy gyógyítani egy felnőttet. Ha áldozattá váltál, akkor valamit nem vettél észre. Amikor megtanultad a leckét, akkor megszűnsz áldozatnak lenni. És a következő fejezet az az, hogy ne legyél elkövető sem. Volt már az a fejezet is. Akkor viszont csak azzal a kérdéssel kell élned, hogy miben segíthetek, és hidd el, hogy az emberek ezt meg fogják neked mondani. Köszönöm. Szívesen. Azt szeretném kérdezni, hogy mi a teendő olyankor, amikor már nem igazából a másokkal van probléma, vagy másoknak a, a gondolataival, vagy a ránk erőltetett nézeteivel, hanem amikor magunkkal. Feltennéd biz... egyes szem első szemében a kérdést, hidd el, fog és félelem. Ez egyes szem harmadik. Nagyon sokszor vagyok bizonytalan, és nagyon sokszor félek. Úgyhogy és már másképp... olykor nincs is meg a félelemnek a tárgya sem. Másképp érződik ez, amikor ezt így teszed fel? Igen. Mondd el még egyszer. Mi a teendő olyankor, amikor bizonytalan vagyok és félek, és nincs is meg a tárgya a félelemnek? Nézz a szemembe. Mondd Mi a el még egyszer. Mi olyankor, amikor bizonytalan vagyok és félek? Mitől félsz? Ezt nagyon sokszor már nem is tudom, csak az érzés van meg. Isméted el a kérdést utána. Mitől félek? Mitől félek? Még egyszer. Mitől félek? harmadszor. Hát most jött egy válasz, hogy magamtól. Akkor még egy lépés. Kitől félek? És ez befelé irányul. Ezt magadban ismételd, és amikor már az van, hogy ki ez, akkor a következő lépés az, hogy mi ez. Eredetileg ez nem ki, tehát amikor antropomorfizálod, személyé formálod, akkor lesz belőle ember. Mint ahogy a keltésztában is akkor lesz túrós batyú, hogyha olyanná hajtogatod és megtöltöd túróval. És semmi más nem kell, csak hogy a kérdést tartsd meg. Miért? Amikor föltetted a kérdést, volt benned félelem? Igen, volt. Mennyi? Sok, de nem csak a kérdés miatt, hanem úgy érzem, hogy ez már fel van halmozódva. Helyes amikor nem tetted föl a kérdést, akkor is féltél, ugye? Igen. Melyik volt rosszabb? Kimondani. Helyes. Ugyanis akkor kezdesz el gyógyulni, mert elkezd fájni végre, elkezded látni, és a tudatosodás az ezzel a fájdalommal jár. Ezért mondja a buddha, hogy szenvedés nélkül nem érjük el a felébredést. Úgyhogy jó úton jársz, amikor kérdezel, mert hirtelen elkezd kijönni belőled az, amit eddig a szívedbe rejtettél, de az ott bizony húzott lefele, betegített, rothasztott azért, mert nem mertél szembenézni vele. És most elindult. Nagyon jó. Folytasd a kérdezést tovább, de nem lesz elég. A kérdezés nem lesz elég horgony ebben a viharban, úgyhogy a leborulás éneklés ugyanúgy fog kelleni és az ülés alatt pedig csak kérdezni, semmi más. És itt is a kitartó, rendszeres, életvitel szerűen űzött zengyakorlat lesz az, ami ebből úgy fog kihozni, hogy egy idő után nem esel vissza. Miért mondom ezt? Mert mindannyian valamilyen karmát szeretnénk magunk mögött hagyni, és amikor magunk mögött hagytuk, és azt mondtuk, hogy győztünk, utána szépen visszamegyünk bele, mert annyira megszoktuk és azt hisszük, hogy na akkor most már nem lesz baj, mert én most már ezt uralni fogom, és mihelyt kimondtad, hogy én ezt uralni fogom, abban a pillanatban a földhöz vág. Mert egy újabb önkép létrejött. Egy újabb egoitás beállt. És egy újabb dualitás, ahol elveszíted az energiádat, elveszíted a fókuszt, és előbb-utóbb ugyanaz a karma, amit már te állítólag legyőztél, megint a földhöz vág. És ezért előre néz, ne hátra. Nem csak a félelemmel szemben, minden karmával szemben igaz három nagyon fontos dolog. Ne fajd le, ne harcolj, ne menekülj. Lásd. És hogyha te vagy szilárdabb, és te vagy mozdulatlanabb, és te vagy erősebb, akkor a karma fog jönni, menni, változni, nem te. Ehhez egy dolgot kell csak megszüntetni, ez a hamis azonosulás a kérdés rögtön egy távolságot teremt közted és a karma közt. A tükör és a tárgya eredetileg nem azonos, csak annyira rárajzoltuk a tükörre, hogy nem hisszük, hogy lemosható. A tükrön kialakult mintázat, görögül tüposz, az lesz a személyiséged minősége, a típus. És ez a típus, mivel azonosulsz vele, azt mond, hogy ez te vagy pedig minden mintázatot le lehet törölni, és újra lehet írni. Át lehet változtatni. Ehhez viszont a tudás nem elég. Ehhez kell a tapasztalás, nézzétek meg az enkör 180. fokát, ahol eljutsz a lényeghez. Ezt hívom a karma plazma szerű állapotának, ahol nem szilárd, nem folyékony nem gáz, nem ő semmilyen, de bármi lehet. És elindul a transformáció, amely a teljességét a 270 fokon éri el. És amikor visszahoztad 360 fokra, akkor válik a minden a péletet szerves részévé. Úgyhogy ezért kell az gyakorlat, mert ezzel a tükröd erős és tiszta lesz, és nem leszel a saját félelmednek a rabja. De egyébként a félelem elképesztő hajtóerő. Úgyhogy vigyázzunk, hogy merre visszük a járművet, hova kormányozzuk, mert amikor a félelem megsarkantyúzza a lovat, az meg tud bokrosodni és elrohan veled mindenhová, csak nem arra, merre menned kell. Jó? Állásom, köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés?